Szombaton újra utcára vonulnak a diákok. Nem csak a CEU miatt, a teljes felsőoktatásért és a tanszabadságért aggódnak. Álláspontjuk szerint Orbán Viktor hadjárata a szabad és kritikus gondolkodás ellen nem a CEU vegzálásával kezdődött, és nem is azzal fog véget érni. A hétvégi tüntetésen azt követelik majd a kormánytól, hogy írja alá a CEU szerződést, szüntesse be a felsőoktatási cenzúrát és biztosítson minőségi oktatást. Vendégeink a témában Posfa István és Szijjártó Imre. Jó estét kívánok, és ugye ennek a szombatra induló, vagy tervezni készülő tüntetésnek az a furcsasága, vagy különlegessége, hogy nem csak egy délutános lenne, hanem a tervek szerint ezt meg lehet erősíteni, hogy egy hét minimum december 1-jéig? Pontosan, igen. Először 14 órakor gyülekezünk a Fővem téren, a Corvinus előtt, majd a szimbolikus helyszínek, az LTBTK, a CEU és az MTA érintésével a Kossuth térre vonulunk, ahol beszélek hangoznak el, de nem megyünk el, hanem le fogunk sátorozni a Kossuth téren, és ott egy szabad egyetem keretében különböző akadémiai és kulturális programokat tartunk. Nem akarok cinikus lenni, de azért biztos látták az időjárás jelentést. Ez nem segít. És tényleg nem cinizmusról mondom, hanem ilyen praktikus okok, meg hogy tömeg, nyomásgyakorlás, ez biztos jól megfontolta minden résztvevőt? Én azt gondolom, hogy olyan súlyos helyzetben van a magyarországi felsőoktatás, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a rossz idő miatt ne fejezzük ki a tiltakozásunkat ezzel kapcsolatban. Ugye tegnap itt volt Róna Jegon vendégeként Rétvári Bence, aki úgy fogalmazott, hogy a magyar törvények azt írják elő, hogy valódi kampuszra és valódi diplomára van szükség, azonban az a faház, amire rá van írva Amerikában, hogy CEU nem teljesíti ezt, és ugye Szijjártó Péter is gyakorlatilag ugyanezt mondta el, csak faházazás nélkül, hogy kéne amerikai tevékenységet is folytatni, de ők a maguk részéről ezt nem látják bizonyítottnak. Nagyon nem úgy tűnik, mintha a kormány egy jottányit is változtatná az álláspontját. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nekünk, mint diákoknak az a legtöbb, amit megtehetünk, hogy kiállunk az egyetemünk mellett, és minél hangosabban próbálunk nyomást gyakorolni a kormányra, hogy igenis változtassa meg az álláspontját, igenis Magyarországon szeretnénk maradni. A CEU Bécsbe üldözésével Magyarország és a magyar diákság és kutatói hálózat hatalmas veszteséget fog elszenvedni. Mit hallgatnak a CEU-n? Magam politológiát. Én közpolitikát. És hogy jött ennek a tüntetésnek az ötlete? Egyszerűen nem hagyhatjuk tovább azt, ami a magyar felsőoktatásban folyik. De miért pont most? Tehát, hogy például a Szabadország, Szabad Egyetem rigmust is, hát talán a hallgatói hálózatok idején jó pár éve hallottuk először. Tehát nagyon sok ilyen megmozdulás volt. Akkor ezt most miért? Honnan a lelkesedés, honnan az erő? Természetesen építünk a korábbi diák mozgalmak által elkezdett hagyományokra, és szövetséget építünk más egyetemek hallgatóival is, akik csatlakoztak nagy számban a kezdeményezésünkhöz. A tüntetés apropóját a CEU elüldözése adta, de természetesen nem csak a CEU-ról szól. Tehát ez a magyar felsőoktatás letámadása nem a CEU-val kezdődött, és nem is fog a CEU-val véget érni. Ne legyünk egyáltalán illúziónk azzal kapcsolatban, hogy majd a CEU elment, akkor nem fog a kormány egyenként minden egyes független kutatóintézet után menni. Ezt most meg kell állítanunk. Ez a december 1-i időpont, ez nyilván adja, hogy előtte táborozzunk ki egy hétre, de nagyon bízunk benne, hogy egy tartósabb mozgalmat is tudunk erre építeni. Várunk szeretettel mindenkit, aki érintett, már most is a szerveződésünkben részt vesznek ELTÉ-s, Corvinus-os hallgatók, szakkollégiumi hallgatók, illetve oktatók is, és várjuk a jelentkezésüket, hogy tartsanak órákat, beszélgetéseket jövő héten a Kossuth téren, és hogy megmutassuk azt, hogy büszkék vagyunk arra a tevékenységre, amit itt folytatunk, és hogy kicsit kinyissuk a magyar társadalom felé, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy valójában mi az az érték, ami itt teremtődik, és egyrészt közelebb hozzuk a magyar társadalomhoz, másrészt pedig ez az, amit a CEU tud ebben a helyzetben nyújtani, hogy rendelkezésre bocsátjuk az erőforrásainkat a magyar felsőoktatásban tanuló diákok részére is. Másfél évvel ezelőtt a magyar társadalom kiállt a CEU mellett, most itt az ideje, hogy a CEU álljon ki a magyar felsőoktatás és a magyar társadalom mellett. Olvasgattam így az esemény Facebook oldala alatt a kommenteket, és tényleg nagyon felemás, mert hogy majd mindjárt olvasok szkeptikus hozzászólásokat, de nagyon sokan meg azt mondják, hogy igen,
az a lényeg, hogy valaki föláll és csinálja. Más meg azt mondja, hogy sajnálom, már előre látom, hogy mi lesz, szokásos versmondás, beszéd, évek óta mindenki mindenbe belenyugszik, és nyelünk tovább, ez a tüntetés sem fog semmit elérni. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de naív, aki azt gondolja, hogy egy mesemondó tüntetéssel megváltja az országot. Nehéz harc a demokrácia, azt kell mondani, de azt tudom erre mondani, de tényleg csak ez az egy eszköz áll a rendelkezésre. Minden megteszünk azért, hogy ez egy sikeres demonstráció legyen, és mindenkit várunk, akinek elege van abból, hogy a felsőoktatásra kapcsolatban a pofánkba hazudik a kormánynak mindnap. Teljesen nyilvánvaló, hogy a CEU elődzése egy politikai döntés. Minden feltételnek megfelel az egyetemet a törvény. Ez ilyen vagány szó kimondó tüntetés lesz, mint ahogy most fogalmazott az imént? Várhatjuk szerintem. Várhatunk szókimondást is, és az van, hogy nem csak a felsőoktatás, a közoktatás is alulfinanszírozott, rengeteg problémája van, amit már ezerszer megfogalmaztak korábbi tüntetéseken is. Azt gondolom, hogy korábbi években is a diákok összefogása révén sikerült erőt felmutatni, és időnként eredményeket is elérni. Azt gondolom, hogy ezek olyan hagyományok, amikre tudunk építeni, és be tudjuk bizonyítani, hogy igenis a diákságban van annyi erő, ha mások fel is adták már, ahogy ezt a Facebook kommentből esetleg kiérezhető. Nyilván, aki Magyarországon él, és különösen április óta érthető az elkeseredettség, de azt gondolom, hogyha mi nem csináljuk, akkor igazán kitől várjuk el azt, hogy csináljon valamit. Nem csak a CEU-ról szól ez a történet, ne essen félreértés. De itt a három követelésen közül a CEU Budapeste maradásának a biztosítása csak egy. Ezen kívül követeljük, hogy a kormány fejezze be az akadémiai programok cenzúrát, különös tekintettel a társadalmi nemek tanulmányára, ami most szóba került, és biztosítsa a megfelelő finanszírozat és hozzáférhető felsőoktatás és kutatás lehetőség. És most, független. És független természetesen. Mm. Most a Corvinus kapcsán például felmerült ez, hogy az, ha ez a modell, amit a kormány most a Corvinus kapcsán be akar vezetni, az egész magyar felsőoktatásra kiterjed, akkor csak a legtehetősebbek gyerekei fogják megengedni maguknak azt, hogy egyetemre járassanak, és mi nem engedhetjük meg egyszerűen. A Corvinus rektorának, amikor ez a kérdés felmerült, akkor pedig egy végtelenül cinikus válasza volt, az volt, hogy ki a gazdag. Azt gondoljuk, hogy egyébként felelhető valamilyen párhuzam abban, hogy ez a kormány hogyan viszonyul a tudáshoz, a tudományhoz, és egyébként a szegényekhez és a legelesettebbekhez, elég csak most a hajléktalanokra gondolni, és azt láthatjuk, hogy mély megvetéssel van mindenki iránt, aki szegény, vagy adott esetben még valamilyen tőlük független platformon gondolkozik a világról. Azon gondolkodom, hogy nem éppen ez a csapda, ami miatt nem menne ki elegen egy-egy ilyen tüntetésre, hogy akik benne vannak, azok általában gazdagabb szülők, gazdagabb gyerekei, nem is feltétlenül akkor, hogyha fizetős suliba járnak, már egy államilag támogatott egyetemre járni, mondjuk vidékről megfizetni a budapesti életköltségeit, már az is nagyon sokaknak luxus, és emiatt egyszerűen kevesen vannak, akik ezt magukénak érzik, ezt a problémát. Gondolom, hogy egyébként pontosan ez lenne a keresnivalója a kormánynak a magyar oktatásban és a magyar felső oktatásban. Nem az, hogy bezár szakokat, hanem az, hogy elérhetővé teszi az oktatást, és például olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy hogyan lesz vidéki tanulók számára megfizethető a budapesti élet. És azt gondolom, hogy az, hogy minden totális kontroll alá vonnak, ne legyenek illúzióink arról, hogy ezt azért csinálják, mert ki akarják szélesíteni ezt az elérést. És azt gondolom, hogy ezt jó lenne, ha minél többen meghallanák, és hogyha ezt pontosan emiatt nem csak a feltétlenül a szokásos belvárosi tüntető tömeg jönne el a mi tüntetésünkre, mert igenis szeretnénk erről is beszélni. A múlt héten, amikor volt a társadalmi nemek szakmegszüntetés miatt szerdán ez az információs sztrájk, akkor hát ott a társadalomtudományi karra, nem tudom, 7-8 ezeren járnak, és kb. 80-90 ember vett részt, meg vonult. Miért? Egyrészt ez a 80-90 ember, ez nem tudom, én amikor ott voltam az ELTE TATK-nak, egyébként korábban TATK-s hallgató voltam, amikor én ott részt vettem a konferenciateremben, én nekem az ott több száz hallgatónak tűnt szerintem. Nem, nagyon a vonuláson sokan részt vettek. Ott... A vonulás az alapvetően az a szűk mag, akik szervezik, az egy szerda reggel 9-re szervezett vonulás volt, alapvetően ott azok vettek részt, akik a CEU-ról, a Corvinus-ról, ELTE-ről,
elkezdték ezt a mozgalmi szerveződést. Egyébként mi ezt egy elképesztően sikeres lépésnek éltünk így meg. Nem voltunk benne biztosak abban, hogy mekkora hajlandóság lesz ez a mozgalomhoz csatlakozni a többi felsőoktatási intézményben, de azt éreztük, hogy hatalmas szolidaritás nyilvánult meg pontosan szerdán. Korniuszról átmentünk együtt, csodálatos. Egyébként többek között ez volt a lényege, szolidaritani, és azzal jelentkeztünk, hogy itt vagyunk, szeretnénk segíteni. Vegyük fel a kapcsolatot egymással. Lejárt az időnk, de nagyon kíváncsi vagyok rá, mert nagyon sokszor mondjuk azt, hogy a mai fiatalok a politikusok. Miért politika és miért közpolitika szak? Miért? Mi vele a cél, mi a perspektíva? Azt gondolom, hogy szüksége van ennek az országnak egy olyan generációra, aki képes a társadalmi és politikai folyamatokat kritikusan elemezni, és hogyha megengedjük azt, hogy a kormány véghez vigye a tervét, akkor erre nem lesz Magyarországon lehetőség. Úgyhogy mindenki jöjjön a Fővám térre 14 órakor szombaton. És akkor aki nem tudott lenni, az hálózsákot küldjön, ha jól értem a felhívásban. Hálózsákot, pokrócokat elfogadunk, meg egyébként adományokat is szintén a Facebook oldalunkon van egy link, ahol tudnak támogatni. Nem szeretnénk, hogyha túl sokan megfáznának abban, hogy kiállnak a magyar oktatás és tudomány szabadsága mellett. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.